Mikszáth Kálmán Bede Anna tartozása. Mind együtt ültek a bírák. Ott künn a köd neki nehezedett az idomtalan épületnek, s szinte összépszorítá annak falait, ráült az ablakokra, és elhomályosítá a jégvirágokat. Minek is ide virágok? A teremben nehéz, folytott levegő volt, ködmön és pálinka szag, s a legfelső ablaktáblán csak lassan, lomhán forgott az ólomkarika. A bírák fáradtan dőltek hanyat székeiken, az egyik behúnyt a szemeit, s kezét bágyattal leeresztve hallgatta a jegyző tollának percegését, a másik ásítozva dobolt ironnyával a zöld asztalon, míg az elnök, letolva pápa szemét orrahegyére, izzadó homlokát törlékendőjével. Szürke, hideg szemei fürkészve szegeződtek az ajtóra, melyen most távozik az imént letárgyalt bűnügy személyzete, a beidézett tanúk és a vádlottak. Van-e még odakünn valaki? Kérdi vontatott, hideg hangon a szolgától. Egy leány, mondja a szolga. Hadd jöjjön be az a leány. Az ajtó kinyílt, és a lány belépett. Üde légáramlat surrant be vele, mely szeliden meglegyintette az arcokat, s megcsiklandozá a szempillákat a vastag ködön át, mintha egy sugár is lopózott volna az ablakhoz, és ott táncolna a jégvirágok között, megsokszorozva magát a tárgyalási terem falain és bútorzatán. Takaros egy teremtés, délceg arányos termet, melyre a kisvirágos ködmönke olyan módosan simult, mintha szoborra lenne öntve, fekete szemei szendén lesütve, magas, domború homloka elborulva, megjelenésében báj, mozdulataiban kecs, szoknyája suhogásában varázs. Mi járatban vagy, gyermek? Kérdi az elnök közönösen. Az ilyen merev, szigorú hivatalnoknak nincs érzéke semmi iránt. A lány megigazítja fekete kendőjét a fején, és mély sóhajjal feleli. Nagy az én bajom, nagyon nagy. Hangja lágy és szomorú, a szívekig hat, mint a zene, mely mikor már elhal is, mintha még mindig zendülne a levegőben, elváltoztatva mindenkit és mindent. A bírák arca nem olyan mogorva többé, a király képe meg az országbíró is odább nyájasan integet neki a néma falról, hogy csak beszélje el azt a nagy bajt. Ott az írás, elmondja az, csak azt még előbb meg kell keresni a keblében, ki kell gombolni a pruszlik felső kapcsát, s kezeivel benyúlni érte. Ó, a csúf kapocs, ni, lepattant, leesett. Milyen elbűvölő látvány, amit lehajol érte szemérmesen, s az írás is kihull onnan. A kegyetlen szürke fej az elnöki elfordul, csak a nagy kövér kéz van kinyújtva az írás felé. Egy végzés. Dünnyögi, amint szúró szeme elszalad az iraton. Bede Anna felhivatik, hogy félévi fogház büntetését mai napon megkezdje. A lány szomorúan bólint a fejével, s amint azt mélyen lesüti, hátra csúszik rajta a gyászkendő, s a gazdag fekete haj egy vastag fonata kioldózva ömlik arcára. Jobb is, ha eltakarja, mert ha fehér lilion volt előbb, olyan most a szégyentől akár a bíbor. Ma egy hete kaptuk az írást, rebegi töredezve. Maga bíró uram hozta, meg is magyarázta az értelmét. Édesanyám pedig így szólt, szegény. Eredj, lányom, a törvény törvény, nem lehet vele tréfálni. Hát, én el is jöttem, hogy kiálljam a fél esztendőt. Az elnök kétszer is megtörölgette a szemüvegét, mérges, hideg tekintete fölkeresi a kollégák arcát, az ablakot, a padlót, a nagy vaskáját, melynek likacsos ajtaján szikrázó tűzszemek nézik vissza mereven,
és azt morogja önkéntelenül. A törvény. Majd újra meg újra végigolvassa az idéző végzést, azokat a kacskaringó szarkalábakat a fehér lapon, de bizony következetesen azt mondják, hogy Bede Anna orgazdaság vétsége miatt fél évi fogságra van ítélve. A bádok karika őrült sebességgel kezd forogni. Bizonyosan szél támadt oda künn, amint hogy rázza is már az ablaktáblákat, s mintha valakinek a hazajáról lelke volna, hideg borzongatást keltve besüvít a nyílásokon. A törvény, törvény! A kegyetlen fej helyeslést bólint a túlvilági hangnak, a nagykövérkész pedig a csengettyűt rázza meg a törvényszolgának. Kísérje ön el Bede Annát a fogházi felügyelőhöz. A szolga átveszi az iratot, a lány némán fordul meg, de pici, piros ajka, amint görcsösen megmozdul, mint a szavakat keresne. Talán valami mondani valód van még? Semmi, semmi. Csak az, hogy én Erzsi vagyok. Bede Erzsi. Mert tetszik tudni, a testvérnéném, az az Anna. Ma egy hete temettük szegényt. Hisz akkor nem te vagy elítélve? Ó, édes Istenem, hát miért ítélnének el engem? Nem vétek még a légynek sem. De hát akkor minek jössz ide, te bolond? Hát úgy volt az, kérem, hogy mialatt ez a dolga a király tábláján járt, meghalt. Mikor kiterítve feküdt a virágos kamrában, akkor jött ez a parancsolat a félesztendő miatt, hogy mégis ki kell állnia. Ó, mennyire várta! De jó, hogy nem bírta kivárni. Nem ezt várta. Könnyei megeredtek a visszaemlékezésben, alig bírja folytatni. Amint ott feküdt mozdulatlanul, becsukott szemekkel, örökre elnémulva, megsiketülve, megígértük neki az anyámmal, mindent jóvá teszünk, amit a szeretője miatt elkövetett. Mert nagyon szerette azt a Kártony Gábort, miatta keveredett bűnbe. Azt gondoltuk, hát... mi gyermekem? Azt, hogy legyen meg a teljes nyugodalma a hallóporában. Ne mondhassa senki, hogy adósa maradt. Édesanyám a kárt fizeti ki, én meg a vármegyénél szenvedelmel helyette azt a félesztendőt. A bírák egymásra néztek mosolyogva. Milyen naív, milyen együgyű lány. Az elnök arca is, mintha nem volna már olyan szertartásosan hideg. Sárga kendőjével nem is annyira a homlokát törli, talán lejjebb valamit. Jól van, lányom, szól halkan és szeliden. Hanem megállj csak, most jut eszembe. Széles tenyerét homlokára tapasztja, s úgy tesz, mintha gondolatokba mélyedne. Igen, igen, nagy tévedés van a dologban. Hibás írást küldtünk hozzátok. Nagy mélázó szemeit élénken emeli fel a lány az öregre, s mohón szól közbe. Lássák, lássák! Olyan fájó szemrehányás van hangjában, hogy az öreg elnök megint a zsebkendőhöz nyúlt. A kegyetlen ember egészen el van érzékenyülve. Odalép a lányhoz, megsimogatja gyöngéden azt a hollóhajat a fején. Odafönt másképp tudódott ki az igazság. Eredj haza, lányom. Tisztelem édesanyádat, mondd meg neki, hogy Anna nénéd ártatlan volt. Gondoltuk mi azt, suttogá, s kis kezét szívéhez szorította.